Jó reggelt kívánok a tisztelt ház képviselőinek, köszöntöm a munkánkat segítő kedves kollégákat, és megkezdjük a mai munkánkat. Június 15-e van, reggel 17:30 fejeződött be a tegnapi ülés, úgyhogy egészen friss a ház vezetése is, és a technikus kollégák is. Köszöntöm Önöket, a tavasz ülésszak 36. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy Földesi Gyula jegyző úr és Nyakó István jegyző úr lesznek majd segítségemre. Szokásosan napirend előtti felszólalásokkal kezdjük a munkánkat. Elsőként Kara Ákos képviselő úrnak adom meg a szót, Fidesz bűvülő foglalkoztatás Magyarországon címmel. Képviselő úr, Önnél szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselő társaim. Mondani valóm fő célja az, hogy felhívjam a figyelmet kedvező jelekre, felhívjam a figyelmet a gazdasági fordulatra, a gazdasági növekedés beindulására és a bővülő foglalkoztatásra. Magyarországon sorsfordító kérdés volt egy esztendővel ezelőtt, hogy képesek vagyunk-e változtatni a foglalkoztatottság alacsony szintjén. Volt egy másik fontos kérdés is, amelyben új szemlélet kellett. Ki kellett végre mondani, hogy a munkanélküliek között vannak olyanok, akik mindent megtesznek azért, hogy újra el tudjanak helyezkedni, és vannak olyanok, akik a legkisebb erőfeszítés sem teszik meg, hogy munkát találjanak. Azt is rögzítettük, hogy alacsony iskolai végzettségek aránya sajnos kiemelkedően magas Magyarországon, és ez sok bajnak az oka. A kitörési pontokat a tavaly megválasztott országgyűlési többség és a kormány megfogalmazta, növelni a foglalkoztatottak számát, ösztönözni a munkavállalást, munkába állást, erős gazdaságot, versenyképes gazdaságot kell teremteni, új támogatási rendszert kell beindítani Széchenyi terv formájában, KKV-k támogatása, jelentős ipari cégek nagy beruházásainak támogatása, melyek hamar megtérülnek az ország számára. A munkára kész és képes állapotban levők számára segélyek világa helyett ösztönzés a munkavégzésre. Mindezek közös mondandója az értékteremtő munkavégzés középpontba állítása volt. A kormányzati intézkedések helyességét támasztja alá, hogy a legfrissebb foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok fordulatot jeleznek. A foglalkoztatottak számának éves összehasonlításban már 9. hónapja tartó növekedése után a munkanélküliség is csökkenni kezdett. A február-áprilisi időszak már 15.400 fővel, a február-április időszakban már 15.400 fővel csökkent a munkanélküliek száma az egy évvel korábbi szinthez képest. 2011. február és áprilisi időszakban a 15-74 éves népességen belül 3.758.900 főre nőtt a foglalkoztatottak száma, ami 27.800 fős növekedésnek felel meg az előző év hasonló időszakához képest. A gazdaságilag aktív népesség száma 12.400 fővel haladta meg az egy évvel korábbi létszámot. A jó döntésekhez fontos a jó helyzetértékelés és a világosan megfogalmazott teendők összegzése. Nézzük, mi az, ami a területi, megyék közötti bontásban a jó tendencia, és melyek a teendőink. Az ország több megyéjében a foglalkoztatás növekedése jelentősen megindult. Ilyen például Győr-Moson-Sopron megye. A mostani 5,5%-os legfrissebb adat az egy évvel ezelőtti májusi 6,5%-os adatnál is kevesebb. Folyamatos az üres álláshelyek bejelentései. Várhatóan itt elsősorban az lesz a kérdés, hogy a megfelelő képzés, átképzés, felnőtt képzés rendszerét hogyan alakítjuk át. A jövőben az egymásra ható erők segítségével segíthetjük a mostani kedvező tendenciákat. Példaként hoznám a Győri Széchenyi István Egyetemet, ahol nagy számban és gyorsan el tudnak helyezkedni a hallgatók. De példa az is, ami Győrben kezdődött a szakképzési rendszer átalakítása 2007-ben, az Audi biztosan nem bővítene most gyárat, ha a győri szakképzés átalakítása nem ment volna elébe a változásoknak. A sikeres foglalkoztatáspolitika, tehát a helyi, így az oktatási erősségek építkezésén kell, hogy alapuljon. Nézzük a megoldásra váró feladatokat is, amelyek nehéz örökségek számunkra és hosszú évek óta jelentenek súlyos problémát. Olyan térségei is vannak az országnak, ahol hagyományosan, most már több mint 20 esztendeje rendkívül alacsony a foglalkoztatási arány és rossz a képzettségi struktúra. Itt a közmunka, az új értékteremtő közmunka formáit kell felgyorsítani. Az ezt segítő törvényjavaslat benyújtásra került. Ilyen példák, ilyen megyék között biztosan ott lesz például Szabolcs-Szatmár, Bereg megye vagy Baranya megyének bizonyos részei. Azzal indítottuk idén évelején a megújult közmunkát, hogy lehetőség szerint az elsődleges munkaerőpiac felé vigye az embereket, olyan helyen pedig, ahol nincs más megoldás, ott pedig ez jelentse egy meghatározott időre a munka lehetőséget. Azt is elmondtuk, hogy a megújítás csak első lépésnek szántuk, és újabb megoldásokon dolgozunk.
A január elején átszervezett új közmunka a vízügyben, erdészetben új feladatokat, új lehetőségeket hozott. A mostani feladat a közmunka terén az, hogy az eddigi önkormányzati és állami közmunka rendszerét új elemekkel kell bővíteni. Ebben született kormánydöntés, a javaslat itt van a tisztelt ház előtt. Melyek a további tennivalóink? Annak a folyamatos érvényesítése, hogy a munkára kész és képes állapotban levők ne a segélyeken való életet, hanem a munka alapon biztosított megélhetés felé forduljanak. Munkahelyeket kell megőrizni, gyorsítani a gazdasági növekedésen, módosítani a szakképzési törvényt, sikeresen lebonyolítani a Széchenyi tervet. Számtalan feladat áll előttünk. Fontos azt is rögzítenünk, hogy sokan régóta alacsony keresetből élnek ma Magyarországon. Sokan kevés biztonságot nyújtó munkahelyen dolgoznak. Ezen változtatnunk kell. Több munkahelynek kell létrejönnie, hiszen a nagyszámú munkahely biztosítja leginkább a munkavállalók biztonságát, a magasabb keresetek elérésének a lehetőségét. Konkrét intézkedések, új szemlélet, a beindított jó folyamatok folytatása, a térségek sajátos problémáira megfelelő válasz, így tudjuk a foglalkoztatás beindult bővítését folytatni. Köszönöm a szót. A kormány nevében Becsei Zsolt államtitkár úr készül válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Valóban egy nagyon fontos problémát érintett a képviselő úr, akkor, amikor a foglalkoztatás bővítéséről beszélt, és azt érintette, hogy a gazdaságpolitikai fordulatnak az egyik kulcskérdés az a foglalkoztatás növelése, és én is örülök neki, hogy hozzánk hasonlóan ő is azt vette észre, hogy itt egy pozitív fordulat látott napvilágot. Abban teljesen egyetértünk, hogy csak egy munkaalapú társadalom és egy magasabb foglalkoztatási hányadra épülő ország fog tudni kibontakozást jelenteni abból a helyzetből, amiben kerültünk, az államadósság csökkentésétől kezdve a fenntartható növekedésig bezárólag. Ennek megfelelően járt el a magyar gazdaságpolitika is. Egyrészt olyan intézkedéseket hoztunk konkrétan a foglalkoztatási piacon és a foglalkoztatási területen, amelyek segítenek ahhoz, hogy az embereket a legális, hangsúlyozom, nem csak a munkavégzés, a legális munkavégzés felé tereljük. Így például létrejött az egyszerűsített foglalkoztatás új szabályozása, ez is egy kifehérítési mechanizmus, elsősorban vidéken, szezonális munkában, turisztika, mezőgazdaság jelentett nagyon sokat, és azt hiszem, hogy ez nagyon sok ember számára egy teljesen normális, legális foglalkoztatás jelent. De ilyen volt az adórendszer átalakítása is, hiszen ugye azzal, hogy a családi adókedvezményt összekötöttük az adórendszerrel, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy megint csak a legális foglalkoztatás és a minél intenzívebb munkába állás segítségével lehet csak ezt az adókedvezményt igénybe venni, ami érje meg a legálisan dolgozni fölkiáltás szempontjából volt nagyon lényeges dolog. De például január 1-től módosultak a célzatjárulék kedvezmény szabálya és a Start Extra kártya bevezetése, amely az 50 éven felüliek és az alacsony iskolai végzettségűek esetében jelent nagyon komoly előrelépést, és ez iránti kereslet el is indult. Én még megemlíteném a kormányzati foglalkoztatáspolitikai intézkedések között a kisgyermekes szülők visszatérésében hozott járulékkedvezmény kérdését. Itt már volt is számszerű előrelépés. Azt hiszem, hogy ez persze elég lassan halad át a társadalmon, tehát a következő években reménykedem abban, hogy ezt még jobban hatni fog a kisgyermekes anyák munkaerőpiacra, legális munkaerőpiacra történő visszatérésére, vagy elmondhatnám a tartós álláskeresők piaci foglalkoztatásához nyújtott támogatás mértékének emelésébe. Itt is már több mint 3000 személy vette az idén ezt igénybe, ami azt jelenti, hogy haladunk előre. Érintette a képviselő úr a közmunkaprogramot, ez természetesen egy óriási program, itt most erre nem is térnék ki, csak egy nagyon fontos helyzetet mondanék, hogy teljesen igaza van, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérés ösztönzése a kiemelkedően fontos feladat és kérdés. Az, hogy a vállalkozásoknál megjelenjenek ezek a munkahelyfejlesztések, és újabb munkahelyek jöjjenek létre.
Gyakorlatilag a magyar munkaerőpiacnál egy nagyon nagy átalakulás megy végbe, ez is a fenntartható államháztartás koncepciójába tartozik. Növelni kell a foglalkoztatást a versenyszférában, és a közszférában pedig egy optimalizálási foglalkoztatási helyzetet kell létrehozni, ami néhány helyen egyértelműen a csökkentést, vagy legalábbis a befagyasztást jelenti. Még annyit elmondanék, hogy a foglalkoztatás politikai oldalon egy közvetlen támogatási rendszer is megjelent, 5 milliárd forintra emelte a foglalkoztatás politikai kormányzat 372 kis- és középvállalkozónak adott munkahelyteremtő támogatását. Tehát egy fordulat jött létre, ehhez még hozzájárult az is, hogy természetesen a Magyarországon dolgozó multinacionális cégek részéről is, most itt saját pályámra evezek, részéről is egy nagyon jelentős bővítés indult be, és én köszönöm, hogy pont Győr-Sopron megyét meg is jegyezte képviselő úr. Valóban arról van szó, hogy itt nem csak arról tárgyalunk, hogy az adott cég vegyen föl 1000-1500 vagy 2000 új munkaerőt, hanem ez egy komplex rendszert jelent, ez visszahat a szakképzésre, elindul egy duális szakképzési folyamat általuk, és visszahat egyébként az egyetemekre, főiskolákra is, hiszen ott is egy olyan kooperáció indul be, ahol olyan vezetőképzése történik, amiben az adott nagybefektető is érdekelt, de amiben mi is érdekeltek vagyunk. És ha a nagybefektető pozitívan jár, akkor a beszállítói programok révén azt hiszem, hogy a magyar vállalkozások is bővülni tudnak, úgyhogy ebből jött össze már ez a 27.800 fős bővülés, ami tovább fog javulni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Szintén napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Osztolykán Ágnes képviselőasszony az LMP-ből, a Fidesz háborúja a magyar gyerekek, szülők és pedagógusok ellen címmel képviselőasszonyi a szó 5 percben. Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkárasszony, kedves képviselőtársaim! Orbán Viktortól vettem a háborús hasonlatot. Ő mostan